Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról résztvevőket is. Én vagyok a PPH egyik 9-es szintű vezetője. Csonka Erzsébetnek hívnak, szeretettel köszöntöm Önöket. Nagyon örülök, hogy megtiszteltek minket jelenlétükkel. A Problem Prevention Holding, röviden a PPH, a Hunor Trade Részvénytársaság, a Nyílt Akadémia és a Tanoda 2000 Kft. Közös élet és emberismeretfejlesztő képzésén. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, nálunk mindenki tegezi egymást kortól, nemtől függetlenül. A PPH előtti foglalkozásom természetgyógyászat volt, mára viszont a PPH tanulói csapatszervezés a fő tevékenységem. Rákóczi falván élek. Mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogságspecialista szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Előadunk egy olyan mester, akinek a tudása, képességei, tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygónkon. Ha megnézzük, hogy miben egyedülálló a mesterünk, arra jutunk, hogy a vezetésével 4 különböző területen ért el szervezetünk piacvezető pozíciót, úgy, hogy abból 2 teljesen ellentétes indítatású tevékenység. Mesterünk az egyetlen személy a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Ő az, aki az élet és emberismeret, továbbá a mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkon. Közvetlen égi forrásból tanítja az embereket. Neki van a legrészletesebb információja, bolygószinten legkisebb 2035-re létrejövő, elnyomásmentes, szeretett korszakról, az aranykorról. Mesterünk életküldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni mesterünket, vezetőnket és tanítónkat, Szedlacsik Miklós mesterkócsot, hogy jöjjön és tartsa meg a képzésünket. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Na nézzük akkor, mivel is foglalkozunk. Képzéseket tartunk, hogy fejlődhessenek az emberek egy sokkal jobb világ eléréséért. Mert az emberek azt gondolják, a jó emberek azt gondolják, hogy a jobb világ az úgy magától létrejön. Tehát én azt látom, hogy mióta élek, és ugye a jelenlegi életemből visszanézem a múltat, ugye azt a múltat, amit én megéltem, akkor én azt látom, hogy ilyen butulás van. Tehát elbutulás. Tehát régebben az emberek sokkal, de sokkal jobban megoldották az életüket, élethelyzeteiket, mint manapság. Tehát olyan, mintha az emberek arra számítanának, hogy majd helyette más megoldja. Tehát például sokkal kevésbé dolgosak az emberek, mint régebben. Sokkal több a lusta ember. Sokkal több olyan ember van, aki többet is tehetne, de nem tesz, hanem gyakorlatilag költi a pénzét. Tehát nem az a baj, hogy az emberek rosszabb életkörülmények között élnek most, mint régebben, sőt mondhatjuk azt, hogy most ezt az elmúlt 5 évet leszámítva, vagy 4 évet itt a Covid időszaktól, tehát odáig a Covid időszakig, mondhatjuk azt, hogy soha nem látott életszínvonalon, életkörülmények közt éltek az emberek,
Jó, azóta romlott a helyzet, azt talán a vak az, aki nem látja, de mégis ugye, hogy az életszínvonal magas, az ugye miből indulnak ki, hogy az életszínvonal magas? Hát hogy mennyit költenek az emberek. Tehát soha nem költöttek annyit, mint az elmúlt években. Mondom, most ne az elmúlt 4 évet nézzünk, hanem az az előtti részt. Tehát most van egy életszínvonal romlás itt ebben az elmúlt 4 évben, amiről gyakorlatilag az emberek, mintha nem vennének tudomást. Nyilván az emberek jó része, mintha nem venne tudomást. Tehát, de ugye nem csak többet költöttek az emberek, hanem többet is kerestek. Tehát, hogyha megnézzük, arányaiban, mondjuk mondom, ezt a 4 évet számítsuk le. Ha megnézzük arányaiban, az emberek körülbelül annyival keresnek többet, amennyivel az alapvető élelmiszerek emelkedtek. Mondom, számítsuk le az elmúlt 4 évet, ahol itt nagyon megemelkedtek az élelmiszerárak, és a fizetések nem. Tehát ezt most azért mondom, mert ugye az emberek elértek egy magas jövedelmet, sok pénzt költhetnek, mondom, megint ne számítsuk ezt a 4 évet, és azt gondolták, hogy ez majd így lesz. De ugye tisztázni kellene, hogy szerte a világban, ahol magas az életszínvonal a többi országhoz képest, beletartozunk mi is. Tehát a világban több mint 100 ország van, és vagy több mint 200, bocsánat, több mint 200 ország van, és hát a 100 is több mint, vagy a 100 is, az a többbe tartozik, több mint 100-ba, így van, tehát több mint 200. És abból a jó része, a nagyobbik része, az a többi országnál sokkal magasabb életszínvonal, illetve egy kisebbik rész sokkal magasabb életszínvonalt él. Tehát a világon az országok többsége az Európánál, Észak-Amerikánál, Japánnál alacsonyabb életszínvonalon él. Tehát ugye Európán kívül mondhatjuk azt, hogy ahol még magas az életszínvonal, az Japán. Illetve Észak-Amerikán kívül, még Japán. Tehát hogyha megnézzük, ez gyakorlatilag mondjuk Európában van 30 valahány ország, majdnem 40. Tehát mondjuk azt, hogy körülbelül 40 ország az a 200-ból, amely jóval az átlag fölötti életszínvonalon él. A zöme, tehát mondhatjuk azt, hogy a több mint 3/4 a bolygónak az jóval alacsonyabb életszínvonalon él, mint amilyen szinten élnek a észak-amerikaiak, európaiak és a japánok. Na most, de nem tudom, tudjátok-e, hogy ezt hogy értékel? Tehát ezt úgy értékel, hogy az állam megtámogatta az életszínvonal növekedését mindenütt. De ugye az állam az miből él? Hát a dolgozók bevételeiből. Na most a dolgozók pedig, ha megnézzük, sokkal kevésbé hatékonyak, mint régen. Miért? Mert az emberek elkényelmesedtek. És sokkal kevésbé szeretnek dolgozni, mint régen.
Tehát mondhatjuk azt, hogy egy állampolgár az most, tehát nem mint gép nézzük, hanem mint egy állampolgárt nézzük. Sokkal kevesebb értéket hoz létre, termelő saját maga, mint annó annak idején. Tehát én azt láttam, hogy régebben például olyan hatékonyak voltak az emberek, nem itt nyugaton, vagyis nem itt Magyarországon, hanem nyugaton, hogy egy fő el tudta tartani, tehát a férfi el tudta tartani a családot. Tehát akkor gondold végig, hogy akkor ezek szerint az hatékonyabb volt. Tehát ugye a 90-es évektől már nyugaton is elindult az, hogy egy férfi az nem tudja eltartani a családot. Jó, itt keleten, kelet és közép-európában, ugye a volt szocialista országokban, ugye nem olyan volt az életszínvonal, hogy egy férfi el tudta tartani önmaga a családját, és a feleségnek nem kellett dolgozni, de ez nyugaton így volt. Ugye a 90-es évek óta elindult az, hogy már nyugaton sem így van. Tehát ahhoz, hogy eltartja a családját, ahhoz mind a kettő felnőttnek dolgozni kell. Na most, ezt ugye miért mondom? Mert ez a bizonyíték, hogy kevésbé termelékeny az ember, mint régebben. Tehát gondold végig, ha régen egy munkaerő eltartotta a családját, most meg két munkaerő kell ahhoz, hogy eltartsa a családját, akkor az az egy, az hatékonyabb volt, nem? Mint most egy. Logikus? Oké? Na akkor nézzük tovább. Akkor ugye az ember olyan, hogy hajlamos arra, hogyha egy kényelmes életet elér, akkor ugye megszokja a kényelmes életet. Ugye én réges-rég vezetek embereket, és láttam életszínvonal növekedéseket, láttam belefutni embereket a kényelmes életbe, és utána láttam azt, hogy milyen nehéz visszatérni egy nem kényelmes életbe. De mindenkinél látni ezt, hogy visszatérni egy nem kényelmes életbe, az sokkal nehezebb. Na most, lényeg az, hogy ha megnézitek, tehát a fejlett országokban, amire rálátunk, például mindenki a saját hazájára, vagy ott, ahol él, látja azt, hogy kik foglalkoznak igazából pénzt termeléssel. Ugye két dolog, két terület van, amely pénzt csinál, tehát ténylegesen pénzt csinál. Az a termelés, a másik a kereskedelem. Oké? Tehát gondold végig, hogy mondjuk a bürokráciában dolgozok, az állami bürokráciában dolgozok, azok mennyi pénzt termelnek? Jó, akkor ugye én most azokat az adminisztrációs tevékenységeket végző emberekről beszélek, akik ugye az állami adminisztrációban dolgoznak. Akkor nem tudom, tudjátok-e, hogy Magyarországon mennyi ember dolgozik az állami szférában? 600 000. Így van, több mint 600 ezer. Ez régebben 800 ezer fő volt, tehát még egy 20 évvel ezelőtt. Tehát most 600 ezer. Tehát 600 ezer embert el kell tartani. Oké? Akkor ugye nézzük tovább. Ugye van egy csomó olyan ember, aki kihelyezett államszolga. Kik a kihelyezett államszolgák? Könyvelők, bérszámfejtők,
Tehát gyakorlatilag az államot szolgálják, de vállalkozóként vagy alkalmazottként egy vállalkozásban. Tehát az azt jelenti, hogy létrehoztak olyan bürokráciát pluszban, ami nem az államhoz tartozik, amivel a vállalkozásokat kell működtetni. Oké? Tehát, ha még tovább nézzük, ugye megkérdezném, hogy mondjuk a ügyvédek, bírók azok mennyi pénzt termelnek? Semmit nem termelnek, tehát semmit. Oké? Tehát semmit nem termelnek. Az azt jelenti, hogy gyakorlatilag ők jogi dolgokban adnak tanácsot egy bonyolult jogi világban, egy igen bonyolultá tett jogi világban. Ugye sokkal több tehát sokkal több bíróra, ügyvédre, jogászra van szükség, mint valaha a történelem során. Oké? Tehát ha végignézed, régen volt egy falubíró is, el volt rendezve. Érted? A településeken, a nagyobb városokban sem volt annyi bíró meg ügyvéd, mint most. Hát ügyvéd olyan nem is volt. Tehát bírók voltak. Tehát ügyvédek nem is léteztek régen. Tehát ugye minél bonyolultabb a jog, hát annál több jogászra, ügyvédre, bíróra van szükség. Nyilvánvaló. Ha megnézzük ezt a réteget is, akkor lassan rájövünk arra, hogy sok százezer ember gyakorlatilag nem termel semmit. Hanem ha megnézzük, a jogászok is, igazából az ügyvédek is, a bírók is a bürokráciát szolgálják. Oké? A könyvelők is, bérszámfejtők is a bürokráciát szolgálják. Mert létrehozta az állam a bürokráciát. Tehát ha összeszámolnánk összesen, hogy mennyien dolgoznak a, mondjuk Magyarországon a bürokráciában, hát körülbelül kijönne olyan 1 millió fő. Oké? Tehát pénzt két dologgal lehet létrehozni. Termeléssel, vagy kereskedelemmel. Érted? Hát kereskedelemmel. Tehát ha nincs kereskedelem, akkor nem jut el a termék a fogyasztóhoz. Világos ez? Tehát a kereskedelemre akármilyen hihetetlen, ugyanolyan nagy szükség van, mint a termelésre. Mert hiába termelnek, a kereskedők nem juttatják el az emberekhez a termékeket. Oké? Na most, ha megnézzük, Magyarországon mennyi olyan ember van, aki ugye munkaképes, tehát még nem nyugdíjas, már nem gyerek, hát körülbelül olyan 4,5 millió. Körülbelül. Na most abból van körülbelül 1 millió ember, aki megint csak nem dolgozik. Tehát az azt jelenti, hogy dolgozik, csak igazából nem munkabérért dolgozik, vagy nem vállalkozói jövedelemért dolgozik, vagy nem cégtulajdonos, hanem igazából munkanélküli. Ezt lejjebb vesszük egy kicsit. Hogy is? Nem pittyent? Nem. Most. Jó, most jó. Oké. És lényeg az, hogy ugye megnézzük, ez kb. 2 millió ember, akit el kell tartani a gyerekeken kívül és a nyugdíjasokon kívül. Tehát gyakorlatilag
olyan 3 és 3-3,5 millió ember tartja el ezt az országot. Tehát 3-3,5 millió ember, mondjuk inkább 3 millió ember, amely termel vagy kereskedik. Érted? Tehát az azt jelenti, hogy abban a szférában nem bürokráciát szolgál, hanem ami megszervezi a munkát, vagy éppen elvégzi a munkát. Oké? Na most gondold végig, egy olyan társadalmat építettek ki, nem csak itt Magyarországon, az összes fejlett országban, ahol egy ember 2-3-at tart el önmagán kívül, tehát saját magán kívül. Érted? Na most azt hogy lehet megcsinálni? Sehogy. Úgy, hogy az állam ehhez hozzáad. Érted? Tehát megnézed, te nem fizetsz 2-3-szor annyi adót az államnak, mint amennyit fölveszel készpénzbe. Magyarországon körülbelül annyi adót fizetünk, mint amennyit keresünk. Legalábbis egy alkalmazott. De nem 2-szer annyit, vagy 3-szor annyit fizet. Érted? De mégis a fejlett civilizációi társadalmakban 2-3 ember tart el egy dolgozó. Érted? Tehát beleértve a bürokráciát is természetesen. Tehát a bürokrácia az egy forintot nem hoz létre. Egy dollárt sem, egy centet sem hoz létre. Érted? Semmit. Na most, tehát ezért, most gondold végig, miből finanszírozza az állam azt, hogy 2-3-szor annyi ember el legyen tartva, mint amennyi gyakorlatilag pénzt hoz létre. Érted? Miből finanszírozza? Hitelből, így van, hitelből. Hitelből. Igen, ám, de a hitelt azt törleszteni kell. Oké? Okay? És gondold végig, hogy ha egy család többet költ rendszeresen, mint amennyi bevétele van, akkor előbb-utóbb úgy elszegényedik, hogy szegényebb lesz, mint a templom egere. Na most. De ez ugyanígy működik egy vállalkozásnál. Egy vállalkozás többet költ, mint amennyi a bevétele, akkor előbb-utóbb az tönkre megy az a vállalkozás. Na most, ha egy ország többet költ, mint amennyi a bevétele, oké, tehát mint amennyi a termelés, a kereskedelemből befolyt pénz, akkor mi fog történni? Tönkre megy az ország. Mit csinálnak, hogy ne menjen tönkre az ország? További hitelt vesznek föl. Tehát az azt jelenti, hogy a hitel az duzzad a végtelenségig. Tehát a fejlett országoknak, ennek a 40, durván 40 országnak annyi a hitele, sokkal több, mint a többi 170 országnak együtt. Jóval több. Érted? Na most ez azt jelenti, hogy tisztában legyetek ezzel, hogy elérték azt, hogy ez így működjön, és ez egy csapda. Tehát gyakorlatilag egy csapda. Tehát ugye én ezt láttam már a 90-es években, mert ilyennel foglalkoztam, főtevékenységben, nyugdíjpénztár elnök voltam. Már láttam azt, hogy előbb-utóbb a hullám össze fog csapni az országok feje fölött. Ezt az emberek nem látják át. Azt hiszik, hogy az állam az végtelenségig fogja tudni azt csinálni, hogy támogatja a nem dolgozókat. Érted? És támogatja
azokat a személyeket, akik ilyen hát alibi munkahelyen, bürokráciában dolgoznak. Szóval lényeg az, hogy ha az ember ránéz egy ilyen dologra, tehát hogy tud túlélni egy család, hogyha mindig többet költ, mint amennyit, amennyi a bevétele? Hát úgy, hogy dagad a hitele. Én ismerek olyan családokat, személyeket, akik így működtek, és kezdtek ilyen 4 millió hitellel, most már 70 millió hitelük van. Érted? És úgy próbálnak mindig valahogy túlélni, hogy további hitelt vesznek fel. Szóval lényeg az, hogy gondoljátok végig, hogy mit tehetnek az államok egy ilyen helyzetben. Tehát ugye mikor, csak hogy tisztában legyünk, mikor hozták ezt létre? Tehát azt, hogy ide fajult ez a dolog. Ezt ugye a múlt század elején kezdték el. A múlt század elején. Akkor voltak kísérletek erre vonatkozóan, hogy bevezessék, tehát furcsa lesz, amit mondok, hogy bevezessék az állami nyugdíjat. Érted? Tehát onnantól nagyon stabilnak látszott ez az állami nyugdíjrendszer, amikor hirtelen sok gyerek született a második világháborút követően. És a felnőttek jó része az meghalt. Tehát például nekünk, ugye a feleségemmel, a családunkban mind a két nagyszülőn, tehát ugye nekem is volt két nagyszülőm, tehát úgy értve, hogy két nagyapám, két nagyanyám, ugye Mariannak is két nagyapja, két nagyanyja, mind a kettőnknél az egyik apa elment. Tehát egyik nagyapa. Tehát ami azt jelenti, hogy a négy nagyszülőből kettő meghalt. Akarom mondani, egy meghalt, bocsánat. Tehát a négy nagyszülőből egy meghalt. Tehát mondhatjuk azt, hogy a felnőtt lakosság negyede az elment a második világháborúban. Oké? Okay. Tehát a munkaképes lakosság. Tehát nem a gyerekek, nem az idősek, hanem akik a háborúban részt vettek, azoknak a negyede. Érted? Na most ez az azt jelenti, hogy született egy csomó gyerek, biztosnak látták azt, hogy lesz miből finanszírozni a nyugdíjakat, mert hát egy hatalmas tömeg fog dolgozni, és alig lesz nyugdíjas. Hiszen gondold végig, akiket el kellett volna majd tartani nyugdíjba, azoknak a negyede meghalt a háborúban. Érted? Tehát gyakorlatilag nyugdíjba sokkal kevesebb ember vonult, mint ahány gyerek volt, és amennyi eltartotta. Igen ám, de ez a demográfia elkezdett megfordulni, a születések száma elkezdett csökkenni a 60-as évektől. És onnantól már látható volt, hogy baj lesz a jövőben, de a jövő az még nagyon-nagyon messze volt. És ugye a népesség robbanás nemzedéke például az összes második világháborúban érintett országnál az 46-tól 59-ig születettek.
Ha most megnézed, a 46-tól 59-ig születettek, tehát népesség robbanás nemzedéke, az mit jelent? Hogy nagyon sok gyerek született. Oké? Na most, ha kiszámolod, mikor vonulnak nyugdíjba? Ebbe az időszakban. Oké? Az első nyugdíjba vonulásuk, tudod mikor kezdődött, ha elkezdett kiszámolni? Pont az előző válságnál. 2008. Oké? Tehát olyan szépen összecsengenek a számok a népesség robbanás nemzedékének problematikájával, a válság számok. Érted? Na most ugye mit csinálnak a kormányok? Két dolgot tudnak, vagy hármat csinálni. Megemelni a nyugdíjkorhatárt. Írtani a lakosságot. Hogy? Hát, hogy minél betegesebb legyen a lakosság, és minél hamarabb meghaljon. Ez az írtás. Világos? Ezt tudják csinálni. És hát mit tehetnek még ezen kívül? Hát ugye azt lehet még csinálni, hogy azoktól, akik dolgoznak, többet elvonni. Érted? De azzal nincs megoldva, hogy többet vonnak el, mert annyit nem tudnak elvonni, hogy, ténylegesen tudják finanszírozni ezt a problematikát. Érted? Nem, nem lehet. Tehát mondom, egy ember, két-három ember tart el. Annyit nem fizetnek be az emberek adóba és járulékba az állam felé. Világos ez? Tehát akármit csinál az állam, ez az életszínvonal fenntartás nem tartható fel. Ezzel szembesülnötök kellene. Világos ez? Tehát én már ebben szembesültem a 90-es években. Tehát demográfiával foglalkoznom kellett a 90-es években. Tehát láttam, hogy ez egy óriási probléma lesz, és ezt nem csak én láttam, hanem más is látta, aki, ilyen dolgokkal foglalkozott. Már a 90-es években olvastam ilyen könyvet is, ami ezzel a problematikával foglalkozik. Érted? Hogy egyszerűen az államok nem fogják tudni megoldani. Van még egy megoldása az államnak, amit csináltak az elmúlt 4 évben. Hogy átverik a lakosságot. És nem vállalják föl ennek a, propagandáját. Hanem kitalálnak mindenféle mást ezzel kapcsolatban. Hogy ezért van ez a probléma, meg azért van az a probléma, meg amazért van ez a probléma. Nem. Ez a probléma azért van, mert egyszerűen nem tartható fenn, hogy kétszer-háromszor annyi ember tartson el egy ténylegesen dolgozó ember. És itt mondom még egyszer, nem csak a gyerekekről van szó, a gyerekek eltartásáról, nem csak a nyugdíjasok eltartásáról van szó, hanem a bürokraták eltartásáról. Tehát az állam mindenütt olyan mértékben földúzzasztotta a bürokráciát a nyugati, illetve a japán társadalomban, hogy egyszerűen a bürokrácia kiszolgálására egy csomó ember szükséges. De ők nem termelnek semmit, ők max pénzt visznek el. Oké? Okay? Tehát, hogy tisztában legyünk ezekkel a kérdésekkel. Tehát, ha az ember, tehát ez nem negatív gondolkodás, ez tény. Ha nem hiszed, utána nézhetsz, hogy az országok hogy vannak eladósodva. És akkor azt fogod látni, hogy ez a 40 ország van a toppon a világban, érted? És úgy kezdődik, hogy a legeladósodtabb ország Amerikai Egyesült Államok. Messze, így ki van ugorva a többiből. Oké? És ha megnézed, megnézheted azt is, hogy mikor növekedett nagy mértékben az eladósodottság az utóbbi években. Persze az utóbbi mondhatjuk azt, hogy 15-20 évben. De abból, ugye a 15-20 év az ilyen,
Tehát jövünk a jelen felé, exponenciálisan nő az országok eladósodottsága. Érted? Tehát azt kell látnod, hogy egy olyan világban élsz, ahol nem lehet már finanszírozni azt, amit fölvállaltak ezelőtt 50, 60, 70, 80 évvel az államok. Már azt nem lehet finanszírozni. És nem lehet azt mondani, jó, akkor innentől kezdve nem finanszírozzuk az egészségügyet, nem finanszírozzuk a segélyeket, nem finanszírozzuk a nyugdíjakat. Mert mi lenne belőle, mint ami most van Franciaországban? Lázadás. Érted? Pedig ők még nem is így kommunikálták ezt az egészet, hogy nem finanszírozzák ezt, vagy azt, vagy amazt, hanem azt mondták, hogy meg akarják emelni a nyugdíjakat. Mármint a nyugdíjkorhatárt, bocsánat. Tehát a nyugdíjkorhatárt. És kik tüntetnek? A 20 évesek. Hát mi közük nekik a nyugdíjkorhatárhoz? A 20 éveseknek. Röhely. Na szóval a lényeg az, hogy gondold végig, hogyha ezt elkezdenék kikommunikálni, azt, hogy nem tudjuk finanszírozni. Úgy el vagyunk adósodva, hogy már nem lehet finanszírozni az egész rendszert. Akkor az azt jelenti, hogy mi lenne ebbe a társadalomba? Mi lenne? Gyakorlatilag szétesnének a társadalmak. Tehát mondhatjuk azt, hogy egy izébe vagyunk, egy totális zsákutcába, az összes nyugati állam, ahol bevezették a felosztó-kirovó rendszert. A felosztó-kirovó rendszernek az a lényege, hogy amit beszedsz adóban, azt kifizeted nyugdíjba, segélyekbe, egyéb állami dolgokba. Érted? Egészségügy finanszírozásba, stb. Stb. Tehát ez nem működik. Hát régen nem az állam tartotta fenn az egészségügyet. Nem az izét, tehát a háború előtti időszakban. Nem az állam. Nem az állam tartotta fenn a nyugdíjrendszert. Oké? Nem az állam tartotta fenn a segélyrendszereket. Tehát nem. Megoldották a családok, vagy megoldották a falvak, vagy megoldották a városok. Érted? Nem az állam. Tehát egy olyan helyzetben van ez a fejlett világ, ahol a nyugdíjrendszer elindítása okozta az egészet. Érted? De semmi gond nem volt ezzel évtizedekig. Ez onnan lehetett látni, hogy ebben nagy gond lesz, hogy öregszik el a társadalom. Tehát az előregedés az azt jelenti, a társadalom előregedése, hogy egyre kitolódik az átlag életkor. Érted? Tehát ugye nem, hogy meddig él, hanem mennyi a lakosság átlag életkora. Ugye addig finanszírozható ez a rendszer, ez a felosztó-kirovó rendszer, ameddig kevés a lakosság átlag életkora. Érted? Amikor a lakosság átlag életkora elkezd nőni, a teljes lakosságé, úgy bukik meg ez a rendszer, és meg is bukott. Érted? Tehát ugye mondhatnád azt, hogy de hát azt meg lehet csinálni, hogy kinyomtatnának pénzt, érted? És abból lehet mindent finanszírozni. De ezzel az a baj, hogy a semmiből semmi lesz. Érted? Tehát a semmiből soha nem lesz valami. Tehát a semmi azt jelenti, hogy gyakorlatilag ma a pénz mögött mi a fedezet? A termelés és a kereskedelem. Ez a fedezet. Nem a segélyek, nem a nyugdíj, nem az egészségügyi ellátás a fedezet. Hanem a pénz mögött effektíve az a fedezet, ami létrehozza a cserét. Érted? A pénzt létrehozza. Tehát ugye a pénz azért jön létre, mert van csere.
és a cserét, a termelés és a kereskedelem hozza létre, semmi más, nincs más. Világos ez? És ez azt jelenti, hogy az embernek egy ilyen helyzethez kell alkalmazkodnia. A legtöbb ember ehhez a helyzethez nem fog alkalmazkodni. És tudod, mi lesz velük? El fognak szegényedni. Előre megmondom. A lakosság nagy része ebben a 40 országban nagyon komolyan el fog szegényedni. Tehát az azt jelenti, hogy a bérek nem tudnak majd infláció arányában emelkedni, a nyugdíjak nem tudnak infláció arányában emelkedni, a segélyek nem fognak infláció arányában emelkedni, az egészségügyi ellátás nem fog infláció arányában emelkedni. Ez van. Oké? És ugye mi a megoldás egy ilyen világban? Tehát ugye, hogy működik az ember? Ugye mivel az emberek sajnos nagyon tudatlanok, azt gondolják, hogy az életük értelme ez az, amit az imént láttatok. Ugye visszamegyünk. Túlélés, vagy minél több pénz, megteremtése és elköltése. Azt gondolja, hogy nem látjátok. Hogy ez az élet értelme. Ez. Tehát miért? Mert ugye ezt hitették el velük az egész életük során. Hogy ez az élet értelme, hogy tanulj, minél több pénzt kereshess, és akkor így minél több pénzt keresel, annál többet költhetsz, és akkor minél több pénzt költesz, annál jobban fogod magad érezni. Nehogy ma azt mondjátok, hogy nem erre tanították az embereket. Erre tanították. És nem egyes embereket, hanem gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy mindenkit erre tanítottak. Hogy legyen olyan foglalkozásod, amivel tudsz pénzt keresni, legyen minél jobb foglalkozásod, amivel minél több pénzt keresel, nem? És ha minél több pénzt keresel, annál több pénzt tudsz költeni, minél több pénzt költesz, annál boldogabb leszel. Nem? Erre lettek tanítva az emberek. És itt a nyugati társadalomban, a 40 országban mindenhol erre tanították az embereket. Ehhez kellett az, hogy természetesen a saját teremtőjükkel elszakítsák a kapcsolatot, az emberek megszakítsák a kapcsolatot. Ehhez kellett a, ugye az evolúciós elmélet, hogy nem teremtett lények vagyunk, hanem az evolúció által létrehozott lények. Tehát ugye nincs teremtő, nincs Isten, vagy ha van, az sem a miénk, hanem minnyájunké. Tehát lényeg az, hogy nem személyes Istened van, hanem ugye minnyájunké közös, egy Isten van. Szóval teljesen ugye megváltoztatták az emberi gondolkodást, és az emberek ugye egész másként gondolkodnak, mint valaha gondolkodtak a világban. Tehát egész másként. És emiatt ugye nem látják át, hogy nem úgy kellene élni az életét az embernek, ahogy éli. Tehát régen hogy csinálták ezt az emberek? Nagyon egyszerűen. Tudták azt, hogyha megöregednek, akkor biztosítani kell azt, hogy öreg korában is tudjon élni. Érted? Ezért ugye már fiatalok korukban megtettek mindent, hogy ez teljesüljön. Vagy úgy, hogy tartalékoltak, vagy úgy, hogy gyártottak annyi gyereket, aki majd eltartja őket. Érted? Hát ilyen egyszerű volt. Szó szerint ezt csinálták. Oké? És akkor majd mikor megöregedtek, akkor ugye a gyerekek ott, valamelyik gyerek ott maradt a családjával, és akkor gondoskodott a szülőről. Hát ez így működött. Szóval régen tudták azt az emberek, hogy
hogy meg kell valahogy oldani majd a jövőben életüket. Most úgy van, hogy majd az állam megoldja. Érted? A nyugdíja. Jó, most már egyre kevesebben gondolják úgy, hogy elég az állami nyugdíj, de az emberek mégse tesznek semmit. Gyakorlatilag nem tesznek. Na most, ugye mire biztatják az embereket? Arra biztatják, hogy mit tudom én, előgondoskodás. Tehát, hogy rendszeresen havonta rakjanak félre. Na, aztán van egy ilyen pénzromlás, és akkor mi lesz abban, amit félre raktak, érted? Tehát, ha megnézzük, a 2008-as válság az már erről szólt. Az erről szólt. Hogy több pénzt akartak kivenni a befektetésekből, mint amennyit beraktak az emberek a befektetésekbe. És ezért ugye nagy gáz volt. Ez most is van, ezért mennek tönkre a bankok. Mert több pénzt akarnak az emberek kivenni belőlük, mint amennyit beraknak az emberek. Oké? Na most, tehát ez látszik, hogy ez nem ez a megoldás. Tehát nem ez a megoldás. Tehát egy értelmes ember az mindig világ életében azt csinálta, több ezer év óta, értelmes családok, értelmes emberek azt csinálták, hogy addig, ameddig megtehették, addig tettek azért, hogy a jövőjük az biztosítva legyen. Érted? Nem akkor akartak tenni, amikor már baj volt. Érted? Hanem előre. Erre van is egy mondás, hogy a kutat akkor kell kiásni, amikor az ember még nem szomjas. Mert ha már szomjas, és akkor akarja kiásni a kutat, akkor addigra, mire kiássa, addigra szomja hal. És a legtöbb embernél ez a probléma, hogy a homokba dugja a fejét, és nem akarja látni azt, hogy haladunk egy sokkal nehezebb világ felé. De a sokkal nehezebb világ, azt képzeljétek el, egyes embereknek nem lesz nehezebb. Tehát egy kisebbségnek nem lesz nehezebb. A túlnyomó többségnek szokott mindig nehezebb lenni. Tehát mondok példát. Most gondold végig, itt az elmúlt 4 évben emberek tömegei kerültek rosszabb anyagi helyzetbe. De egy szűk rétegnek az anyagi helyzete megemelkedett jócskán, sokkal nagyobb mértékben, mint előtte. Érted? Egy szűk rétegnek. Tehát azok, akik tudják előre, hogy mi várható, és van tervük, megoldásuk arra az időszakra, érted? Akkor azok jól járnak. Szó szerint. Akiknek nincs tervük, nincs megoldásuk, az átlag embereknek nincs tervük, nincs megoldásuk, azok rosszul járnak. Tehát, ha az ember ugye átlátja ezeket a dolgokat, tehát itt egyszerűen gondold végig, amit elmondtam. Tehát ez az állami eladósodottság, és hogy egy ember, 2-3 ember tart el. Tehát még nálunk a egyik legrosszabb a helyzet, mert nálunk van az, hogy 3 ember tart el egy ember. Vannak olyan több államok az EU-ban, illetve Észak-Amerikában vagy Japánban, ahol csak 2 ember tart el egy ember, érted? Tehát önmagán kívül. Mondom, még nálunk a legrosszabb, az egyik legrosszabb helyzet. Szóval nézzük tovább, hogy ugye az ember az felkészülhet ezekre a dolgokra, és nyilvánvalóan olyan dologgal kell mindig az embernek tevékenykednie, amivel akkor is boldogul, hogyha ilyen helyzet van. Érted? Tehát azt gondolják az emberek, hogy az a lényeg, hogy munkám legyen. De a munkáddal tudod, mi lesz a baj? Hogy
jövedelmed értéke, az megnézheted, hogy mennyit romlott az elmúlt 4 évben. Érted? És egy ebben a helyzetben, amiben van ez a 40 ország, ebből nincs kiút az országoknak. Ebből egy kiút van, hogy nő tovább az adósságállomány. Érted? Na most gondold végig, most mondok egy példát. Tételezzük fel, hogy a bankok tulajdonosai olyan emberek, tehát akiktől fölvettek az országok hiteleket, azok magánszemélyek, tehát magánbankok és magánszemélyek, a tulajdonosok. Hogy olyan szociális emberek, hogy azt mondják, hogy elengedjük az országoknak az adósságállományát, vagy az adósságállománynak az egy részét. Jó, feltételezzük ezt. De attól nem oldódik meg az a probléma, hogy egy ember 2-3 embert tart el. Ami azt jelenti, hogy elengedik, mondjuk elengednék az országok adósságállományát, a következő hónapban már föl kellene venni hitelt. Érted? Annyi lenne a jó, hogy kevesebb hiteltörlesztést kell fizetni az országnak. Érted? Tehát nincs kiút, hogy átlást. Nincs kiút. Tehát az emberek azt gondolják, hogy az megoldás, hogy van egy valamilyen foglalkozásom, de a foglalkozásodból közel nem tudsz majd olyan szinten megélni, akár mint most. Nem összehasonlítva akár a 2019-es életszínvonaladdal. Nem fogod tudni megcsinálni. Érted? Tehát ez a világ így, ahogy van, halad a káosz felé. Szó szerint. Oké? És tudod, mi lesz a káosz vége? Hogy az emberek tömegesen fognak meghalni. Tömegesen. Ez a káosz vége. Érted? Tehát ami most haláleset van, az nudli lesz ahhoz képest, ami várható a jövőben. Tehát gondold végig, az emberek most ezért élnek, hogy pénzt költsenek. Azt gondolják, hogy minél több pénzt költenek, annál jobban érzik magukat. Egy nagyon pici mértékben ez igaz is. Oké? Egy pici mértékben. Ez igaz is. Hogy sokan boldogok attól, hogy pénzt költhetnek. De ugye bármennyi pénzt el lehet költeni, és annyira nem boldogok, hogy egész hónapban csak költekezhetnek, vagy egész évben csak költekezhetnek. Mert nincs annyi, így van. Tehát ez azt jelenti, hogy én láttam, hogy hova tudnak érzelmileg visszasüllyedni emberek, amikor a jövedelmük visszaesik. Érted? És az azt jelenti, hogyha érzelmileg az ember visszasüllyed, tehát sokkal rosszabb állapotba kerül, akkor bejönnek ám a betegségek. És ha bejönnek a betegségek, akkor utána azokból könnyen lesz halál. Világos ez? Tehát azt gondolják az emberek, hogy ez nem így lesz. De hát gondolkodj egy kicsit logikusan. Nézd a következményeket. Ha az emberek életszínvonala megszokott életszínvonal visszaesik, tehát ha te egy nagyon alacsony életszínvonalon éltél egész életedben, érted? Nagyon alacsonyan. Akkor most egy kicsivel alacsonyabb életszínvonal, az meg se kottyan, érted? De egy minél magasabb életszínvonalon élt valaki, és annál nagyobbat zuhan vissza, annál rosszabbul fogja magát érezni. Ez így működik.
Tehát ugye mi a megoldás? Tehát mi a megoldás? Ugye két dolog a megoldás. Egy, termelés, kettő, kereskedelem. Oké? Jó? Tehát ez a két dolog. És akkor nézzük meg, mi mit csinálunk. Érdekes, nekünk a nevünkben benne van a kereskedelem. A trade az azt jelenti, hogy kereskedelem. Oké? Tehát kereskedelem. Ja, a nevünk az 96 óta ez a részvénytársaságnak. Szóval, mi a megoldás? Tehát az embereknek olyat kell nyújtani, amit az emberek megvesznek. És ebben most sajnos van egy szomorú hír, mert a jelenlegi, ebben a 40 országban, többi országgal most ebből a szempontból nem foglalkoztam, de ebben a 40 országban körülbelül a lakosság 4%-a az, amely, akik nyitottak arra, hogy nem csak ez a lényeg az életben. Kb. 4%. Ja, tehát kb. 4% az, amely, tehát ez sajnos úgy jön össze, hogy a 20% 20%-a azért jön ki a 4%. Jó? A 96% az ki lett nevelve abból, hogy kell az életben gyakorlatilag, vagy hogy kellene igazából élni. Érted? Ebből ki lett nevelve. Tehát most gondold végig, valaki elmegy mondjuk egy olyan munkahelyre, ahol, mit tudom én, neki elnyomoskodnia kell. Mondjuk APEC ellenőr. NAV ellenőr, már nem APEC, NAV ellenőr. Na most, hát egy olyan ember nem fog arra gondolni, hogy tudom én, neki az élete az nem anyagi szempontból fontos, hanem azért megy el oda, mert pénzt keressen, érted? És azzal nem foglalkozik, hogy neki azzal kell pénzt keresni, hogy közben elnyomja az embereket. Tehát nézzük a termelést. A termelés azért működik, mert elcserélhető. A kereskedelem azért működik, mert elcserélhető. A bürokratikus tevékenységek azok nem cserélhetők el. Tehát azt egy lakos, egy állampolgár nem fogja megvenni. Érted? Tehát az embereknek olyat kell nyújtani, amit megvesznek, ami számukra értékes. Gondold végig, egy NAV ellenőr milyen értékes dolgot nyújt? De bármelyik, ugye bürokratát megnézzük, milyen értékes dolgot nyújt? Na most gondold végig, mit tudom én, bemész és csináltatsz igazolványt. És igazából a végig gondolod. Minek neked igazolvány? Minek? Évezredeken keresztül az embereknek nem volt igazolványuk, és mégis éltek, érted? Hát azért kell igazolvány, érted, hogy kontrolláljanak téged. Azért kell igazolvány. Mert különben itt vagyok én, kész. Nem? Igazolod magadat avval, hogy létezel, nem? Az az igazolás, nem egy igazolvány igazol téged, nem? Hanem azzal, hogy létezel, azzal igazolod magadat, nem? Hát csak példaként mondtam. Tehát évezredeken keresztül nem kellett igazolvány, érted? Hát most meg már mindenhez igazolásra van szükség.
Például megnézzük, évezredeken keresztül az emberek nem vettek igénybe semmilyen banki szolgáltatást. Hát voltak bankok már régóta, de nem feltétlenül évezredek óta, de például minek a bank? Érted? Minek bank? Minek kell, hogy legyen bank? Minek? Tehát arra való a bank, hogy eladósítsák az embereket, semmi másra. Érted? Szó szerint semmi másra. Minek a bank? Tehát most nézzünk további példát. Mit tudom én, évezredeken keresztül az emberek nem röpködtek a világban. Érted? Hanem ahova eljutottak, el tudtak jutni egy lóval, odáig eljutottak. Ugye az volt a leggyorsabb közlekedési eszköz a ló. Érted? Érdekes, mégis éltek, és mégis gyarapodott az emberiség. Tehát itt van egy csomó olyan dolog, amire ha megnézed, olyan nagy szükség nincs. Tehát most megteheti az ember azt, hogy elutazzon repülővel ide-oda. Ki az, aki még sose utazott repülővel? Tegye már fel a kezét. Ha most megnézzük a többség, érted? A többség nem. Tehát, érted? A többség nem utazott repülővel. Hát ha megnézzük, nem egy olyan eszköz, ami a mindennapi életben szükséges, érted? Tehát most gondold végig, a repülővel fogják és ide hozzák Kínából a cuccot. Ha ide nem hoznák a cuccot, akkor nekünk kéne megtermelni, nem? Gondold végig. Logikus, nem? Addig, míg nem hozták Kínából a cuccot, addig nekünk kellett megtermelni. Max a szomszéd országból hoztak át egy cuccot, amit mi nem termeltünk. Nem? Ezt most miért mondom? Mert gyakorlatilag azt gondolják az emberek, hogy ez a világ így kerek, ahogy most van. Tehát ez a világ egy átváltoztatott világ, igaz? Ez a világ egy átváltoztatott világ, hogy az emberek elhiggyék, hogy ez így kell lenni, ahogy most van. Hát de évezredeken keresztül nem így volt. És akkor is tök jól el voltak, hogyha maximum, mit tudom én, egy nap alatt el tudott jutni mondjuk lóval 50 kilométerre. Érted? Vagy 100-ra mondjuk. És akkor az már egy jó volt nekik. Tehát most nem visszasírom ezt a világot most, vagy azt a világot, most nehogy félreértsétek. Csak gyakorlatilag miért van ezekre szükség? Érted? Mert szükségé tették. Érted? Tehát addig nem volt világkereskedelem, ameddig az emberek azt fogyasztották, amit ők megtermeltek. Érted? Addig nem volt világkereskedelem. Tehát világkereskedelem azért jött létre, mert elhitették az emberekkel, hogy nem az a jó, hogy azt fogyaszt, amit megtermel, hanem fogyasszon mást is. Érted? Tehát az hoz létre cserét, amire az embereknek szükségük van. És ezzel kapcsolatban van két nagyon fontos dolog. Hogy a szükséget azt nem lehet kihasználni. Etikailag nem jó. Tehát ha az ember olyat tesz, ami etikailag nem jó, akkor annak negatív következménye lesz saját magára nézve. Jó? És ha egy szükséget kihasznál egy egyén, akkor utána ne csodálkozzon, hogy az élete gázos lesz. Na most nézzük, mik a szükségek, jó? Nem tudom, tudod-e, hogy melyik kék szakterületen a legrövidebb az élettartam? Az egészségügy, így van, az orvos, meg a jogász, így van, a jogi ügyvédek, ilyen bírók, ilyenek. Tehát ott a legrövidebb az élettartam. Miért? Mert ez a két terület szükséget használ ki. Világos ez?
Tehát ha valakinek betegsége van, a gyógyító az nem mondhatja meg, hogy a gyógyításod ennyibe kerül. Érted? Ha valakinek jogi ügye van, egy jogász nem mondhat, egy jogi üggyel foglalkozó ember nem mondhatná meg azt, hogy ennyibe kerül a te jogi ügyed. És ez régen így is volt, a gyógyítók nem kértek pénzt a gyógyításért. A falubírók nem kértek pénzt azért, hogy igazságot szolgáltattak. Érted? Nem kértek pénzt. Hogy megoldották a jogi ügyeket. Nem kértek pénzt. Kaptak cserét, ez azt jelenti, hogy, azt nyújtottak cserébe az emberek, amit akartak. Meg amit tudtak, persze. Világos ez? Ez így működött. De ezt, elfelejtik az emberek. Miért? Mert nem tudják azt, hogy van az anyagon felül, vannak olyan energiák, amit be van állítva a Földre, magas, sokkal magasabb intelligenciával rendelkező lények alakították ezt ki erre a Földre, hogy ha ezt teszi az ember, akkor ennek ez legyen a következménye. Ha azt teszi az ember, annak az legyen a következménye. Érted? És ha például egy szükséget ő kihasznál, ilyen a harmadik terület, az elhalálozás. Az elhalálozásért sem lehetne pénzt kérni. Tehát ezért például a vidéken, én voltam sok olyan temetésen, ahol nem került pénzbe. Érted? A halottnak az eltemetése. Tehát nem mondták azt, hogy figyeld, ennyibe fog kerülni a halottnak az eltemetése. Most baromi nagy üzletet csinálnak egy halottnak az eltemetéséből. Mert a halott a család számára egy szükség. Ugyanúgy, mint a betegség, vagy ugyanúgy, mint a jogi ügy. Na most gondold végig, nem ismerik az emberek ennek a következményét. Én nem lennék se orvos, se jogász, se temetkezési vállalkozó. Érted? Egyik se. Mert ezeket a dolgokat mellékesként csinálták az emberek. Az orvos, például egy faluban az orvos, az akkor gyakorolta az orvosi hivatását, hogyha valaki beteg lett. Közben meg tartott állatot, művelte a földet, és abból élt. Érted? És nem abból élt, hogy ő orvos. Ő, neki volt tudása az orvoslásra, mert lehet, hogy az anyjának is, vagy az apjának is volt, érted? Meg a nagyanyjának, meg a nagyapjának is, érted? És ezért ő is gyakorolta ezt. Hát ebből mind üzletet csinálnak. Ebből élnek emberek. Tehát a szükségből nem szabadna élni. Olyat nem szabadna csinálni, amivel másoknak rosszat teszünk. Érted? Amivel mást elnyomok. Amivel mást megbüntetek. Most képzeld el, mit tudom én, kiadják utasításba, hogy menjetek ki az utcára, mondják a rendőröknek, hogy minél több pénzt gyűjtsetek be, büntessetek meg minél több embert. Hát ő rá, aki ezt megteszi, ő rá nézve ennek negatív következményei lesznek. Nem a lakosság részéről, energetikailag úgy van kialakítva. Felső intelligencia, magasabb szintű intelligencia így alakította ki. Oké? Hogy ennek az legyen a következménye, hogy ő is pórul jár. Ő is megkapja valami hasonló rossz érzéseket, amit ő okoz. Mert az természetes, hogyha valaki, mondjuk, mit tudom én, balesetet okoz, úgy balesetet, hogy személyi sérülést, vagy akár halált okozó baleset. Hát nyilván akkor annak legyen következménye. De most mit tudom én, mondok valakit,
valaki átment egy záróvonalon, csak most mondok egy példát, de az senkinek nem okozott semmi kárt, de valaki kiszúrta, és mondjuk egy rendőr, és megbünteti ezért. Érted? Hol etikus? Hol? Érted? Mert az, hogyha valaki kárt okoz másnak, akkor annak legyen következménye. De úgy, hogy ki nem okozott kárt senkinek. Érted? Annak miért kell, hogy következménye legyen? Tehát eleve, ha az emberek etikusan lennének nevelve, akkor automatikusan követnék az etika szabályait. Érted? És sokkal kevesebb baleset, sokkal kevesebb betegség és egyéb dolog lenne a bolygón. Érted? Tehát egy olyan világban élünk, ahol nem látják át az emberek azt, hogy hát itt nem csak az anyag körül forog minden, hanem itt van egy olyan energia, érted? Energiák, amik nem kézzel foghatóak az emberek számára. Tehát az életedben, ha bármilyen negatív dolog történik, az nem véletlen. Az a te etikátlanságait következménye. Nem véletlen. És az lehet, hogy az az etikátlanság, az csak csupa nagybetűvel egy mulasztás. Amire azt gondol legtöbb ember, hogy egy mulasztás, ez nem etikátlan. Dehogy nem. Hogy ne lenne az? Tehát most gondold végig, hogy vajon ahhoz, hogy az ember egy ilyen világban, ami felé haladunk rohamléptekkel, mi a megoldás? Hát hogy az ember elkezd úgy működni, hogy olyan dolgokat nyújt, amivel mások javát tudja szolgálni. Érted? És ha valaki a mások javát szolgálja, akkor annak pozitív következményei lesznek, mert úgy van kialakítva, hogy nem csak a negatív cselekedeteknek vannak következményei, a pozitív cselekedeteknek is vannak következményei. Csak az a különbség, hogy annak pozitív következményei vannak. Hát így egyenlítődik ki minden. Ez a kiegyenlítődés törvénye, érted? Hogy mindenki kell, hogy egyenlítődjön. Ha valaki negatív dolgot tesz, akkor negatív dolgot kell, hogy visszakapjon. Ha valaki pozitív dolgot tesz, pozitív dolgot kell visszakapni. Hát gondold végig, negatív dolgot tesz, negatív energiát áramoltat ki. Neki negatív energiát kell visszakapnia. Ha pozitív dolgot áramoltat ki, akkor pozitív dolgokat kell visszakapni, pozitív energiát kell visszakapni. Ez így működik. Miért nem lehet ezt megérteni? Tehát egy olyan világ felé kell tartanunk, ahol az emberek képesek szeretetben, békében és boldogságban együttműködni. Ehhez létre kell hozni az aranykort. És kik tudják létrehozni az aranykort ezen a bolygón? Csak és kizárólag a tudatos emberek. És kik nevelik tudatossá az embereket? Hány helyet tudtok a bolygón, ahol tudatosságra nevelik az embereket? Egy van. Úgy hívják, hogy PPA, Nyílt Akadémia. Érted? Egy van. Tehát nekünk kell megcsinálni azt, hogy a jövőben legyen egy szeretett korszak. Rajtunk kívül nem fogja megcsinálni senki. Oké? Senki. Azt gondolják, hogy majd lehet ilyen külön utakon bejutni az aranykorba. Nem. Az aranykort létre kell hozni. Az aranykort az emberek maguknak hozzák létre. Világos ez? És ez úgy kezdődik, hogy kialakulnak olyan közösségek, amely már aranykorszerűen kezdenek el élni. Érted? Ez így fog működni. De ahhoz, hogy az emberek képesek legyenek szeretetben, békében, boldogságban együttműködni, ahhoz nagyon tudatosnak kell lenni.
nagyon tudatosnak. Miért? Mert az ember hajlamos arra, hogy az érzelmei elvigyék. A múlt negatív emlékképei elvigyék. Tehát a múlt negatív emlékképei pedig sokkal nagyobb irányító erő, mint amire az emberek gondolnak, vagy hisznek. Érted? Tehát ugye én régóta foglalkozok emberekkel, és elég jól átlátom ezeket a dolgokat, nyilván az átlagnál sokkal jobban. Szóval, itt van egy közösség, amely arra hivatott, hogy mondják ezt? Hivatott, köszönöm, arra hivatott, igen, hogy létrehozza ezen a bolygón az aranykort. És ez nem az lesz, hogy majd valaki oda bekerül. Az óriási tévedésbe élnek, akik azt hiszik, hogy oda be lehet kerülni. Nem. Létre kell hoznod az aranykort. Érted? Tevékenyen részt kell venned abba, hogy létrehozod az aranykort, és akkor bekerülsz. Ha te nem hozod létre az aranykort, akkor te kimaradsz belőle. Ilyen egyszerű. Világos? És mi az, hogy kimaradsz belőle? Meghalsz. Kivonnak az élők sorából. Ugyanúgy, ahogy szabályozták azt, hogy hova szülest, fentről szabályozták az Istened, ugyanúgy szabályozzák azt is, hogy mikor kell kivonni az élők sorából. Éppen ugye a fiamnak egy közeli barátja halt meg motorbalesetben a napokban, érted? Az azt jelenti, hogy befordult elé, nem ment gyorsan egy 50-nel, egy nagy motorra. Befordult elé egy autó, ugye neki ment, átrepült az autón, és utána beleütközött olyan dolgokba, ami által meg is halt. És na most, egy motorbalesetnél például öt lehetőség van. Oké? Egy. Ebben a helyzetben öt lehetőség van. Egy. Gyakorlatilag ilyen kisebb ütésekkel megúszta, föláll, azt megy tovább. Érted? Jó, lehet, hogy a motor az nem megy tovább, mert megsérült, de ő, mint ember, megy tovább. Egy. Kettő. Úgy megüti magát, hogy kórházba kerül. Érted? Nézzük a harmadik esetet. Úgy megüti, akkor nem öt van, csak négy. Úgy megüti magát, hogy megrokkan. És nézzük az utolsó esetet, úgy megüti magát, hogy meghal. Na most, ez nem véletlen. Soha nem véletlen, mert négy lehetőség van, nem öt, bocs, négy lehetőség van. Ez nem véletlen kérdés. Hát véletlen az, hogy gyakorlatilag megütötte magát csak, vagy meghalt, vagy... Ez nem véletlen, hanem megtervezett. Érted? Megszervezett. Kivonták a forgalomból. Sajnos. Mert ki kellett vonni. Miért? Mert a fentiek látják azt, hogy kit kell kivonni a forgalomból, azokat a személyeket, akiknek esélyük nincs arra, hogy beteljesítsék, amiért ide lejöttek, azaz fejlődjenek. Érted? Esélyük sincs. És fogják, kivonják az élők sorából. Ez így működik sajnos. Érted? Vagy hála Istennek így működik. Tehát ha valaki azt hiszi, hogy ő minden túlél, óriási tévedésbe vagy. Óriási tévedésbe. Téged akkor vonnak ki az élők sorából, amikor akarnak. Oké? Okay? Szó szerint. Gondold végig, alszol. Milyen könnyű megállítani a szívedet? Simán fogják, így megállítják, mire fölkelnél? Már nem lehet sajnos föléleszteni. Hány órát szoktál aludni? Érted? 10 perc után már nem lehet újraéleszteni, vagy nem tudom hány perc után. Ennyi. Így van. Ennyi. Érted? Fogják bárkit, alvás közben így megállítják a szívét. Példákat tudok rá mondani. És akkor az még jó, mert az egy szép halál. Érted? Mert nem érez semmit. De hány olyan embert ismersz, aki, mit tudom, az utolsó hónapjait kőkeményen végig szenvedte? Vagy akár utolsó éveit?
És ha megnézed, mind olyan, hogy esélye se volt, hogy ő fejlődjön. Esélye se volt. Tehát gyakorlatilag a fejlődést szabad akarat van. Megtagadta. Tehát nehogy már nekem azt mondja bárki a mai világban, hogy nem tud fejlődési lehetőséggel találkozni. Vagyis azt mondja, hogy ő nem találkozott semmilyen fejlődési lehetőséggel. Hát fogja, ott van a telefonján, ott van a YouTube, meg egyéb mindenféle csatornák, és simán néz olyan anyagokat, amiből valamennyit fejlődhet. A nézőpontja változhat, érted? A világlátása, a világnézete változhat. És ő tiltja meg magától, azt mondja, hogy mit került elém ez a videó? Kit érdekel ez? És nézd mást, érted? Az ő választása. És mindenki ebben a világban, hát ismersz olyan embert, aki nem használ mobiltelefont egész idősökön kívül? Nem. Érted? Most onnantól kezdve mindenkinek lehetősége az, hogy megtagadja a fejlődést, vagy ez érdekes, na még nézem, ezt gondolja. És hát vannak ilyen előadások is, hát akkor még nézzünk többet. Ez az ő döntése, nem másé. És így kezdődik a fejlődés, hogy az ember elkezd foglalkozni, nézni, olvasni, stb. Olyan anyagokat, ami nem az anyagról szól, érted? Hanem a szellemi energiákról, azokról a pozitív, illetve negatív energiák, amik körülvesznek minket. Mert annak következményei, amik történnek. Tehát, hogy mikor valakinek mondjuk leállítják a fentiek a szívét, azt tudod, hogy állítják le? Energiával. Simán olyan energiát állítanak elő, ott adott helyzetben, hogy az illetőnek megáll a szíve. Ennyi. Nem fogják, azt belenyúlnak, azt megállítják. Ennyi az egész. Tehát gondold végig, akkor nem kellene az embernek foglalkozni olyan dolgokkal, ami nem az anyag, hanem annál sokkal felette álló, az anyag felett álló dolog. Na jó. Ennyi fért bele, jó hosszú volt ez az első rész. Köszönöm szépen a figyelmeteket, visszaadom szót a házi asszonyunknak. Szeretlek benneteket, sziasztok! Hát nagyon szépen köszönjük Szedlacsik Miklós mesterkócsnak ezt a képzést. Ez most megint annyi mindent ölelt fel, és az okozati összefüggésekre mutatott rá, hogy hát többszörösen visszahallgatandó. És én ezért is kezdtem el itt a Nyílt Akadémiánál tanulni, mert mindig érdekelt, mi lehet még. Nem lehet az, hogy vagyunk. Vannak olyan szavaink, amiket használunk, mint megteremtett, vagy teremtett, és a régi öregek kifejezései engem mindig megfogtak, tehát olyan szavunk nem lenne, ami ne takarna valami lényeget, valóságot. És a babákra régen nem azt mondták, hogy megszületett, erre a világra jött. És köszönésképpen is úgy használták az emberek, hogy Isten hozott, Isten veled, vagy Isten áldása kísérjen. Tehát ezeket a régi öregek, ezt mind tudták. Szedlacsik Miklós nagyon sok előadásában szokott ilyen dolgokat mondani. Az én fejemben így szépen összeállt. A proféciákról is, mikor beszél Szedlacsik Miklós, nagyon sokféle profécia van. A lényege mindnek ugyanaz, utána lehet járni. Megvannak ezek az írások elég sok helyen. Valóban azért születtünk le, hogy megtaláljuk egymást. Mi ezt szervezésnek hívjuk. Szólni mindenkinek, aki jön, jön, aki nem, majd a sorsát beteljesíti úgy, ahogy ő gondolta. Felkészülni, mert az aranykornak feltételei vannak, és ezeket is, akik itt tanulnak, én úgy gondolom, hogy mindenki
tudja ösztönösen, ha nem is fogalmazta meg még magának. Nem csak ennyi a dolgunk, hogy önmagunkért felelünk, hanem felkészíteni. Tehát az a tudás, amit mi már azzal az egy lépéssel előrébb járunk, az folyamatosan átadni másoknak. De összefogás nélkül sem lesz semmi. Tehát ha nem egy irányba megyünk, és a nagyjaink ezt is mind leírták, egy szándék, egy akarat. És nem mehetnek csak az igazak és jók. Az igazak az eltitkolt tudás tudói, a régi magyarok. És mi most ezért születtünk le. Csak itt van meg úgy az eltitkolt tudás egy helyen, minden életterületre, mert úgy sem működik az élet sem, az ember sem, hogy egy-egy életterületet rendbe teszek, mert az összes többire is van hatása, negatív hatása is. De nem is kell tennünk semmit. Egyedüli akadályunk a ránk aggatott rossz minták, az ego, amit ki tud használni a másik oldal, hogy lehúz bennünket. Ha ezeket rendbe tesszük, elindulunk, semmi más nem kell tenni, akkor követnek. És csak jó mintának kell lenni önmagunkért, úgy tudunk másoknak segíteni. Hát én itt nagyon sok helyen jártam, nagyon sok mindent tanultam, nem csak belekaptam ide-oda-amoda, végigcsináltam nagyon sok mindent. 11 rendszer tudok működtetni, ami semmire nem lehet vele menni, mert olyan területek. A hétköznapi tudásni, tehát az ember és élet ismeret nélkül bármilyen területen lehet tudásunk, nem tudjuk alkalmazni sem magunkra, sem másokra. Csak így lehet, ahogy Szedlacsik Miklós nagyon jól fölépítette, meg tudja nekünk tanítani gyakorlati módszerek, alkalmazási technikák, ami nélkül megint csak nem működik, tehát könyvekből, motivációs előadásokból nem lehet semmilyet megtanulni. Nem lesz maradandó hatása, nem fogjuk tudni alkalmazni. Az én életem emiatt sokkal jobbra fordult mindenféle területen, ahogy alkalmazom a tudást, és hogy folyamatosan tanulom. És itt a folyamatosságban van a lényeg. Tényleg mindig jobb, kisebb-nagyobb lépésekkel, kisebb-nagyobb elakadásokkal nagyon szépen lehet előre haladni, és itt megkapunk hozzá minden segítséget is. Tehát az embereknek a másik nagy akadály, hogy na de kihez forduljak, kinek higgyek. Megpróbálnak részigazságokból teljes igazságot elfogadni, sajnos az egójuk szerint. Nem fogja tudni használni, nem fogja tudni megváltoztatni az életét semmilyen szinten. Én azt javaslom mindenkinek, aki keresi az útját és hallott már a PPH-ról, nem véletlen, nincsenek véletlenek. Kezd el most a képzést. Minden hónap fordulónál lehet csatlakozni. Ez a rendszer is hihetetlenül van összeállítva. Egy olyan minimális tandíjér, ami hát a mai világban nevetséges. Egy óra tanácsadásért 5-szörösét, 10-szeresét elkérik. Egy havi tandíj, az első havi kicsit eltér, ő 19.700 forint, az összes többi hónap árgaranciával 12.500 forint, és mindezért 30 órányi olyan tudást kapsz, ami tudsz használni. És ez nem kidobott pénz, mint ahogy nagyon sokaktól hallom, hogy úristen, neki erre nincsen pénze. Ez a jövődbe és a családod jövőjébe való befektetés. Enélkül bedarál az élet, és semmi nem fog történni, csak negatív, rosszabbik esetben. Most 30 perc szünet következik, 18:35-kor kezdünk. Ha szeretnél részt venni a képzéseken, akkor várunk szeretettel, ha úgy látod, hogy mégsem érdekel az ajánlatunk, örülünk, hogy részvételeddel megtiszteltél minket, de akkor elköszönünk tőled. És most 30 perc szünet. Akik jogosultak a második része, azoknak át kell lépniük a milyen színű, kék színűre. Kék. És akkor várunk szeretettel mindenkit 30 perc múlva.